A lovasportok egyik válfaja a fogathajtás, mely hazánknak számos európai és világbajnokot adott, és melyben a mai napig a világ élvonalába tartozunk. A fogathajtás története az ókori görög olimpiákig nyúlik vissza, de hivatalos sportággá 1970-ben vált, melynek első hivatalos Európa-bajnokságát 1971-ben Budapesten rendezték. A fogathajtás ez 3 számból áll. Van egy díjhajtás, ahol nézik a fogat egyöntetűségét, mozgását, elengedettségét. Ugye ezeknek kell minél jobban mozogjon egy ló, minél lazábban lépjen egy ló, ezeknek a követelményeknek kell megfelelni. Második nap van a maraton, ugye ott kitartó legyen, durván 20 kilométert kell menni ezen a maratoni pályán, van 8 akadály, ott kitartónak kell lenni, engedelmesnek kell lenni, fordulékonynak kell lenni, és vasárnap akadályhajtás, ott 350 métert kell percenként teljesíteni, ahhoz ugye, amit a díjhajtásban megkövetelnek, hogy minél lazábban, minél lazábban menjen egy ló, ott ugye, hogyha nem laza egy ló, akkor ezt a 350 métert percenként nem tudja megtenni. Legeredményesebb 2-es fogathajtó bajnokunk Lázár Vilmos 7-szeres világbajnok és a Magyar Lovasport Szövetség elnöke. 78-ban Kecskeméten rendeztek egy 4-es fogathajtó világbajnokságot, ez volt az első Magyarországon rendezett világbajnokság, és ezt a világbajnokságot, ennek a világbajnokságnak a maratonversenyét pont abban az erdőben, Kecskemét mellett, Hetényegyháza mellett, a Nyíri erdőben rendezték, ahol nekünk a tanyánk volt, úgyhogy rögtön találkoztunk a fogathajtással, belelkesedett az egész környék, mindenki versenyre járt, ott a környékbeli parasztemberek elkezdtek 2-es fogatokat hajtani, ilyen hétvégi kisebb majálisokon, versenyeken indultak, és mi ebbe a környezetbe, ebbe a légkörbe csöppentünk bele, és rögtön a nagy világbajnokainkban találtuk meg a példaképet, és amikor elhatároztuk, hogy komolyabban kezdünk el foglalkozni a lovasporttal, akkor adta magát, hogy a fogathajtás lesz az, ami minket igazán érdekel, és amiben sok energiát, erőt szeretnénk fektetni. Magyarországon mindig rosszabbak voltak az utak, mint Nyugat-Európában, és amíg nem autóval közlekedtek az emberek, hanem fogattal, akkor ez a virtuózitást igényelte, hogy ezeken a rossz utakon el tudjanak közlekedni. Egyébként a maga felszerelés, a klasszikus magyar felszerelés is ezt a praktikumot idézi vissza, és ennek kapcsán a 70-es években, mikor ez valóban sporttá vált, akkor ezt a kis előnyt jól kihasználta Magyarország, és rögtön az elejétől kezdve ott volt a világversenyeken, és sokáig vezette, és a mai napig is az élén áll az éremtáblázatoknak, de természetesen ez a sportág ez nagyon sokat változott. Ez egy igazi profi lovasporttá alakult így a 2000-es évek után, és nekünk az volt a nagy szerencsénk, hogy édesapánk az sokkal messzebb látott, mint akkor, amerre el lehetett, vagy ameddig el lehetett látni, és pontosan tudta, hogy a fogathajtásnak ugyanúgy a lóhoz való értés, a lovaglás, a díjlovaglás, az idomítás, a lóval való kapcsolatteremtés az alapja, mint minden más sportnak, és egy olyan edzőt, egy olyan lovastanárt fogadott mellénk, aki pont ezt a mély szakmai alapot tanította meg nekünk, és ezzel egy kicsit, ha nem is azt mondom, hogy megelőztük a korunkat, de ahogy fejlődött a sportág, így rögtön mi is tudtunk vele együtt fejlődni, és így tudtunk számos szép eredményt elérni. A lányom is és a fiam is megtanultak lovagolni, hiszen a Lázár családban ez szinte kötelező feladat, úgyhogy minden héten legalább egyszer, de inkább kétszer lovagolnak, de talán a lányom az, akit érdekel ez a dolog, és ő azért kacsingat a fogathajtás felé, úgyhogy a Zoli fia az már biztos, hogy ugrólovas lesz, de talán a lányomból még lehet fogathajtó, aki nem csak a lovasport, hanem a fogathajtás hagyományait is tovább tudja vinni a családban. Nagyon valószínű, hogy az ember közelébe a sportokon plusz a lóversenyen keresztül fog megmaradni a 3. évezredben az ember mellett a ló.